Utoljára ültek össze Dombóvár önkormányzati képviselője a 2021-es esztendőben, december 17-én. A napirendi pontok között olyan fontos téma is szerepelt, mint a városban komoly eredményeket felmutató Start munkaprogram. Az elmúlt években megkezdett Start munkaprogramot szeretnénk tovább folytatni. 2019-ben döntött úgy a testület, hogy térkövet fogunk gyártani. Ez a program sikeresnek tűnik, hiszen az elmúlt években már látszik, hogy minden évben a vállalat 1000 négyzetméter térkövet és ahhoz kapcsolódó szegélykövet legyártották a munkásaink. 2020-ban bővítettük a Start munkaprogramot egy csemete kert programmal, onnan pedig az önkormányzati területekre kikerülő csemetéket szeretnénk felnevelni, fákat nevelni, és nyilván folyamatosan saját forrásban megoldani ezeket. Hosszú távon pedig arra készülünk, hogy ez a csemetekertünk akár az egész járás területét el tudja látni, és a környező önkormányzatok is nálunk lesznek vásárlók. A város fejlesztéseihez szükséges úgynevezett integrált településfejlesztési tervet aktualizálni kell, majd pedig a testületnek el kell fogadnia. Erre azért van szükség, mert ez a dokumentumcsomag feltétel az állami és az uniós pályázatokon való sikeres szereplésnek. Az előkészítő munkába a város lakóit is bevonják. Elrendeltük az integrált területfejlesztési tervünknek a felülvizsgálatát, illetve a koncepcióját. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a következő időszakban sikeresen tudjunk pályázni topos fejlesztési forrásokra, hiszen Dombóvár a fenntartható város kategóriába esett, és soha nem látott mértékű támogatás megszerzésére nyílik meg lehetőségünk a jövő év második felében, és szeretnénk ezt kihasználni, és elhozni a maximumot, hogy Dombóvár fejlődjön. Azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek az elmúlt évben elmaradtak, azokat sikeresen meg tudjuk valósítani, intézményhálózatunkat fel tudjuk újítani, és minden olyan lakossági igényt ki tudjunk elégíteni, már az elkövető időszakban fel fog merülni, hiszen a program elkészítésekor kérdőívek segítségével lakosságot, vállalkozókat, intézményvezetőket meg fogunk kérdezni, hogy ők hogy látják Dombóvár helyzetét, mely területek szorulnak fejlesztésre. Végül a távfőszolgáltatást ellátott cég éves beszámolóját is elfogadták a képviselők. Az önkormányzat és az energetikai vállalat között régóta igen jó a kapcsolat. Kiemelt partnerei Dombóvár város önkormányzatának, és azon túlmenően, hogy azt mondtam, hogy partnerek, ezt meg is töltik tartalommal, hiszen köznevelési intézményeink területén belül elhelyezkedő tágulási tartályok és egyéb dolgok esetében, amelyek mint az önkormányzat tulajdon és feladata lenne, önként bevállalták és kicserítik térítésmentesen. Ez nyilván nagy segítség volt az intézmények működése tekintetében. Dombóvár képviselőtestülete legközelebb 2022-ben ül össze.